én szarvasszám. Elhoztok, bölcsisek! Sziasztok! Jaj, de szépek vagytok! Eljöttem hozzátok! Leülhetek? Megpihenhetek? Igen, az a te sokkát. Leülök ide, jó? Jaj, hol a botond? Hol a botond? Botondka, te nagyon kedves, mosolygós kisfiú vagy. Te vagy a legfiatalabb a csoportban. Mindössze 14 hónapos. Minden kisgyerek szeret téged, de úgy hallottam, a pelenkázást nem nagyon szereted. Igaz-e? Nem baj, a csomagot megérdemled te is. Tessék! Köszönjük szépen! Tessék, jó! Megnézzük a jegyzeteinkbe, ki a következő? Nórika! Ott a Nórika! Nórika, te nagyon aranyos, kedves kislány vagy, de úgy hallottam, hogy az éjszakák átvállalása még gondot jelent neked. Nem szeretsz aludni? Nem szeretsz. Miért nem szeretsz aluszikálni? Mikulás bácsi szeret ám nagyon. Hagyd a szüleidet is pihenni, mert sokat dolgoznak ám érted. Jövőre te is jössz a bölcsödébe. Gyere ki a csomag. Belelók a számból, ugye? Ott a hangad. Te vagy a csoport legelevenebb kislánya. Igaz ez? Úgy hallottam, meg szoktad harapni a társaidat. Ez is igaz? Hát ilyet nem szabad csinálni. Egy ilyen helyes, okos kislány, amilyen te vagy, az nagyon ügyes, ugye? Megígéred, hogy nem harapdál? Megnézzük a következő. Te vagy a másik elevenség a csoportban. Hallottam, hogy régebben gyakran megverted a társaidat, és elvetted tőlük a játékaikat. Igaz ez? El sem tudom képzelni ezt rólad. Olyan bájos, szép kislány vagy. Megígéred, hogy jövőre egy kicsit jobb leszel? Meg ugye? Arra gyakran. A cumidat ad nekem, elviszem a Manóimnak. Van cumikád? Odaadod nekem? Nem. Jól van. Csomagot megérdemled. Hanga majd végig. Jó, hogy a Mikulás. Tessék. Látod a Mikulás? Talán Zuzu. Hol vannak? Úgy hallottam, nagyon gyorsan és ügyesen beilleszkedtél ebbe a kis közösségbe. Anyukád és apukád nagyon büszkék rád. Csendes, illedelmes, szófogadó is jó vagy. Csak jól hallottam róla. De a cumidat azt odaadhatnád nekem. Elvinném a kis Manóimnak. Odaadod a cumidat? Mi már odaadtuk, igen, a Mikulás. Jól van. Igen, ahogy gyere, el. Gyere ki a csomagért. Gyere anyával, jó? Köszönöm.
elrendezkedjél. Bálinka! Itt a Bálint? Hol a Bálint? Mi a haver? Te vagy a legbátrabb. Hallom, te vagy a lányok kedvence. Észrevettem én hát rögtön, hogy ide csadaltál. Igaz, hogy nagyon szépen tudsz színezni, és szereted a kézműves foglalkozásokat? Igaz ez? Jó van. A meséket is nagyon szereted, főleg a vicimackósakat, igaz? Csak így tovább, büszkék lesznek rád a szüleid. De a verekedés nem szép dolog ám. Ne tegyél ilyet, jó? Mindent megígérünk ilyenkor, igaz? Mind a felnőttek, azok is megígérnek, csak mondják, hogy betartják, vagy tessék. Na nézd! Gellér. Itt a Gellér? Ott a Gellér. Úgy hallottam, te is nagyon szeretsz ide a Völcsibe járni. És amikor a bátyáid eljönnek, és te otthon maradsz, félreáll a szár. Igaz ez? Szépen beilleszkedtél, szófogadó, aranyos kisfi vagy. De a pelenkázást te sem nagyon szereted. Igaz? Gyere ki a csomagért, neked is megvan. Hát a zsákom kiürül.
Sokszor volt már Mikulás bácsi itt az óvodában, de ilyen hangos, ügyes és milyen szépen mondtátok a versiket, az énekeket, gratulálok. Köszönöm szépen, hogy készültetek ilyen ügyesen. Megdicsérlek benneteket külön. Na, hát akkor most ki szerepeltetek, ugye? Most a Mikulás bácsit nézzük meg, most ő szerepel. És azt kérem tőletek, aki hallja a nevét, az jöjjön ide hozzám, jó? És beszélgetünk egy kicsit. Mindjárt kezdem a Doma Bencével. Kirikolszki Soma. Noske Márton. Kertuska Eszter Szála. Itt van. Hallottam, hogy te milyen szépen mondod a verseket. Megdicsérlek benneteket, mert ügyesek vagytok foglalkozásokon is. Szerettek rajzolni, szerettek tornázni is. A csomagot megérdemlitek. Tessék, és ha jól tudja, Mikulás bácsi, te jó kis miniszter vagy, ugye? És templomba járok. Minek örülsz, az elejének vagy a végén? Hát a végén olyan, mint a tüske. Bence, nagyon szeret Suzuki-ba ülni, igaz ez? Elkíséri anyák, apád, mindegy, hogy meddig tart a bevásárlás, csak Suzuki-ba üljünk. Hábbásra szoktam látni az anyukájával sétálni, ugye? Még sokan nem kaptak csomagot, de mindenki fog. Sárkány Petra, Csapó Zsóka, Csop Levente, Veres Máté. Én nem ismerem a gyerekek, úgyhogy... Mi valaki ilyen? Jó. Ti vagytok a csoportban a legcsendesebbek. Nem kell rátok szólni, jól viselkedtek, igaz ez? Hát még annyira jól viselkedtek, hogy meg sem lehettek szólalni, ugye? Láttam, ti mindig ügyesen összepakoltok magatok után a játékidőben, igaz ez? Igen! Legyetek egy kicsit bátrabbak. Tessék. Milyen jó fekete szemüteg. Gyere, légy itt közelebb, mert megfájol a derekam. Sokat kell hajulni. Na, öcsi. Figyeljük a nevekre. Dani Leila. Itt a Dani Leila. Ádi Napsár. Hagyvergő. Egér Sáni Fanna. 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 Hogy? Ádi Fanna. Fanna. Itt vagyok. Jó. Fanna. Kentes. Hogyazok. Igaz ez? Rosszul tudja. Igen, mondja, drága, nem folyton bele az. Igen, de szoktál esni? Igen. Hát tessék, ügyesebbnek lenne esés, emlél? Jaj, hát ne bántsanak tél. Ígérjétek meg, hogy nem fogtok ezután sírni. Rendben lesz? Igen. Láttam, hogy milyen ügyesek vagytok a foglalkozásokon, szépen tudtok rajzolni, színezni. Ügyesen összepakoltok magatok után játékidőben. Ti is megérdemlitek a csomagot. Nagyon szépen mondtátok a verseket, tessék. Tessék. Most majd ezt fogod, hogy szoknál, azt hagyjad végül. Úgy. Mindenki kap egy szép
Szeretitek a narancsot? Igen! Szoktatok mesét nézni? Igen! És a barátok közteti szoktátok nézni? Enyei Patrik, ide jár? Itt a Patrik. Szevasz, hogy csinálsz. Te jó bátor gyerek. Német Bence. Ő is. Schwarz Zoltán. Kucska Milán. Itt a kucska. Molnár András. András, hol az András? Itt van mindenki. Jaj, de aranyosak. Jó. De Dorgonás, olyan szépen lesz. Állatosan. Na, nézzük meg, hogy mit is jelentem felolvasom. Játék időben nagyon szép pakoltok, igaz ez? Minden játék szana szép, ugye? Szobodának, csoport minden tagjának. Jobbájátok, ne tragadok magadának. Ne, ilyen van. Hogy fogok mondani múlva, de látom. Hogy fiatal, egy fiatal, tisztább, hogy nem tudjuk. Szerintem akkor? Jó. Ezért érdek benneteket, és ti is megérdemlitek a csomagot. Jó, tessék. Na, először sorba, jó? Hú, de csillog a szemem, oda menj. Mi? Miért? Halász Boglárka. Itt van a bogér. Mosberger Bálint. Meleged van? Jó van, nem érdekel. Ugye ti jó barátok vagytok? Sokan játszatok együtt. Legyetek bátrabbak a foglalkozásokon. Jó? Jó! Örülök, hogy szót fogadtok a dobónéniknek. Van-e valami feljegyzés még a másik oldalon? Nem emlékszem. Azt mondja, hogy... Például, ott egy focilabda. Jaj, narancs! És megkapjátok a csomagot. Tessék! Téged szoktalak látni a farba is, ugye? Szoktam már a hívni. A csomag, ugye? Tegye fel a kezét, akinek nem... Akinek nem jutott csomag, tegye fel a kezét. És akkor most nagyon figyeljetek! Hanus Alíz, Hanus Alíz! Gyere Alíz! Gyere Alíz! Nyitrai Gordon! Marát Levente! Hol a Levi? Szevasztok! Alíz és Gordon, ti jó barátok vagytok! De, ha jól tudom, még szomszédok is, ugye? Nagyszerű! Láttam, hogy nagyon szereted a lovakat, ugye? Örülök neki, tessék! Mindjárt jössz el! Gordon és Levente játékidőben. Hol a Gordon legrövid? Jó. Játékidőben ti is szép pakoljátok a játékokat, de össze már nem mindig pakoltok magatok után, igaz ez? Igen. Jól van. Pakoljatok össze, hogyha a dobónéni mondja. Alíz és Levente, hallottam, hogy milyen hangosan mondjátok a verseket és az énekeket. Nagyon ügyesek vagytok, és megkicsérlek benneteket. Ti is megkapjátok a csomagot, és három gyereket hívtam ki, és négy van. Nézzük, mit jegyzett fel a Mikulás bácsi. Fruzsina és Farkas. Ti még nem régóta jártok az óvodába, de láttam, hogy mennyire vártatok engem. Igaz ez? Na jó. Azt mondja, Luca. Itt a Luca. Örülök, hogy a Fruzsina barátja vagy, és hogy sokat játszol vele. Igen.
igaz ez? Igen. Jó van, játszok is. Fruzsina, láttam, hogy szépen rajzolsz és színezel. Örülök neki, ti is megérdemlitek a csomagot. Aztán. Lassan a kézire is. Sokkal jobban a végén kívülni, mert maradéknak nagyon kívülni. Mindig annál jól, hogy a végén lehet állnak. Üljetek a helyet! Yeah.
beszélni abban, de kicsit hangosabban, jó? Mert nem jól hall már, tudjátok? Drága. Drága öreg Mikulás, jaj, ne éljen bánunk, örökre mi szitettünk, fel az egyházunk. Tudjuk minden hosszát, ahogyan a legjobb éltet, jó kis voltunk egész évben, ahogyan azt kérted. Tűnjön rálunk melegedve, milyen ez a lábad, kezdve bátran puttonyod, megnyomja a vállad. Nagyon ügyesek vagytok, üljetek le, megdicsérlek benneteket, szépen mondtátok a verset, nagyon ügyesek vagytok. De azt néztem, hogy milyen nagyok nőtetek már tavaly óta, ugye, amikor találkoztunk utoljára. Amiért ilyen ügyesek voltatok, ezért én, ahogyan mondtátok a versbe, hoztam nektek egy csomagot, mindenkinek itt van a kis csomagja, és mindenki nevét, az kijön ide, jó? És akkor ide áll Mikulás bácsi elé, egy kicsit beszélget, jó? Azt mondja, Kemény Szabolcs, na Szabi, gyere kérdés. Virányi Róbert, Kovács Botond, Szedlák András. Komoly legények vagytok kíván. Távcsövemmel úgy láttam, hogy ti nagyon jó barátok vagytok. Sokat játszotok együtt, szépen építetek a szőnyegen. Igaz ez? Igen. Örülök, hogy sokat segítetek az óvónéniknek, amikor a játékokat kell elpakolni vissza a helyére. Igaz? Igen. Ilyen, ti már komoly emberek vagytok. Főfogadnálak én benneteket még ilyen behajtónak. A vers mondásban, éneklésben és a foglalkozásokon is nagyon ügyesek vagytok. Örülök neki. De előfordul néha egy kis verekedés is. Igaz ez? Hát ezt adjátok legutoljára. Hát ennek nem nagyon örül a Mikulás bácsi. Fogadjatok szót, és ne bántsátok egymást. És ha véletlenül valamit összevesztek, számoljatok el előbb tízig. Jó? Tudtok számolni tízig? Igen. Az utána, amire a tízeshez rész, addigra megnyugszatok és nem veszkedek. Aki, ha megígéritek, hogy jók lesztek, akkor járjátok. Ígérjétek meg. Ugye, persze, hogy jók lesztek, hogy tessék. Tessék. A Balázs, Pintér Benedek, Hibácska Gellér, Szendrei Ádám. Azt szerintem kettő lap majd érzek a végén. Jól van. Itt vagytok? Még egy gyerek kiállni. Gyere, haver, ne félj a Mikulás bácsika. Csendes szófogadó kisfiúk vagytok, igaz? Rátok soha nem kell szólni az óvónéniknek, igaz ez? Nagyon rendesek vagyok. Sokat játszotok építőjátékokkal és kirakókkal. Igen? Kicsit legyetek bátrabbak, beszélgessetek többet. Jó. Na jó, van legalább valaki megérte. Tessék velem! Tessék! Mindenki kap meg egy narancsot. Ház Mátyás,
Pálfi Dávid, Zámbor Zsombor. Tárcsövemmel azt láttam, hogy ti is jó barátok vagytok hárman. És nagyon vidámak is. De látszik, mert most is mind hárman mosolyognak. Természetesen ennek örül a Mikulás bácsi. Sokat legoztok és építetek is együtt, ugye? Igen! Szépen és önállóan költöztök, segítetek, ha a óvónéni megkér benneteket. Igen! A Matyit megdicsérem, mert már nem sír. Ennek örülök. Megérdemlitek a csomagot, jó? Nagyon volt, gyere közelebb a Mikulás bácsi. A pártok nem ám valaki elesik itt óra, nem mer előrébb lépni. Köszönöm, üljetek le, urak. Na már alakul, ma már egyre több gyereknek a kezében van Mikulás csomag, de még sok gyereknek nincs. Ezért figyeljetek! Jól aludtál az éjjel? Takács Janka, Gáncs Vanda, Tilli Dalma. Itt vannak? Nagyon jó. Mikor leselkedtem, az ablakon láttam, hogy ti jó gyerekek vagytok. Megdicsérlek benneteket, csak így tovább. A babakonyhában sokat látlak titeket játszani. Szerettek rajzolni, festeni. A babakonyhában sokat főztök, igaz ez? Igen! De örülök majd, hogy egyszer lesz, férjetek, akkor nagyon örülök. A Jankát megdicsértem, az ének versenyen szépen szerepel. Dalma, te pedig legyél egy kicsit bátrabb. Nem kell mindenért vikeregni. Ugye, te vagy Dalma? Te vagy a nagy Dorottya, a német Zsófi, Boda Lara. Jól van, drága. Jaj, de szép finosok vagytok, megint jól. Ti már ügyes órások vagytok. Azt láttam, hogy szépen játszatok, segítetek az óvónéniknek. Sokat kirakoztok, főzőcskéztek, babáztok, de hallok néha csintalankodtok is. Igaz? Belefér, nyugodtan, addig egy egészséges, valaki még csinkalankodik. A Kata és a Lara jó lenne, ha aludna egy kicsit délutánunként. Na, menni fog, egy kis alvás? Mikulás bácsi is lelőne mindig ahhoz a délután. Tessék! Megérdemlitek a csavarnak. Már valóztam itt az ügyet. A testvérek már a mamának szokták is, nem a mamának. Rihetek le a helyetek. Te keres Lórán. Szekeres Artúr, Keller Károly, Ladik Szabolcs, Fodor Pálinkás Orsolya, Orsika, gyere, Szabó Zsanett.
Szabó Zsanett. Itt a Szabó Zsanett. Nézzük, hogy mit láttam a távcsövemmel. Gyerjetek, gyerjetek. Ti újjóhodások vagytok. De? Ti újjóhodások vagytok. Szerettek ide járni? Fiúk, ti már szereztetek új barátokat is, ugye? Igen. Jó, szerettek autózni? Igen. Építeni? Igen. A két kislány nagyon csendes. Zsonika ne sírjon reggelente, mert nagyon jó itt a rombodában. Nem fog sírni? Jó, van. Megérdem, nézek a csomagot. Itt a Dani Levente? Mondtam, hogy lesz neked is. Na nézd, itt van benne, nem? Jutod el valami majd. Na jó van. Muska Gergő. Gyere Gergő. Rát Roland. Béla. Ott Rula. Tavaly még sokat betegeskedtetek. Sokat hiányoztatok, igaz ez? Igen. Az idén már erősebbek lettetek. Többet jártatok a óvodába. Gergő, jobban figyelj a versmondásoknál és a foglalkozások alatt. Jó? Melyik Gergő? Te vagy, ugye? Jó, jobban figyelj. Rendben? Roland, egyél többet, hogy olyan erős legyél, mint én. Jó? Oké. Levente, figyelj, mit írtunk föl. Te pedig tanulj meg szépen enni. Ugye? Jó? És ne belekedj! Fogadjál szort a dolgónéniknek. Menni fog? Megérdem, hogy meg a csomagot. Még valami verset, vagy én megjelni jutott? Na, akkor szeretném hallani. Sapkás, aranyos, magyaros.
Mivel ti vagytok a legnagyobbak, mert a kicsik türelmetlenek voltak, hozzátok jöttem be utoljára, de nálatok meg majd tovább maradok, jó? Jó! Mert jövőre már lesz, ugye, aki az iskolába fog lenni ilyenkor. Ki az, aki iskolás lesz? Az iskolába is megy majd a Mikulás bácsi, de az óvodába most találkozunk utoljára. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, leülök, jó? Mert elfáradtok. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Milyen szép sapkádok van, Mikulás bácsi sapka! Tudjuk, bizony tudjuk! Hát, feljegyeztem, ugye már régóta tavaly is találkoztunk, előtte is itt találkoztunk a óvodába, úgyhogy titeket már a távcsövemben nem is kellett nagyon nézni. Úgy is tudom, hogy sokat nőtetek, nagyon jók vagytok, ugye? Igen! Hát ezt nem hallottam olyan hangosan. Igen! Na, hát mondtam, hogy jó gyerekek vagytok. Szépen játszotok, szépeket építetek, és ügyesen elrakottok, mikor már nem játszotok, ugye? Igen! És készültek az iskolára is? Igen! Jól van. Azt is megtanultátok, hogy amivel már nem játszatok, azt el kell tenni, ez nagyon helyes dolog. Sajnos az utóbbi időben, mintha elfeledkeztetek volna arról, hogy nem rakodunk le mindent, tét tanultok. Szerettek minden tevékenységet, igaz ez? Igen! Aktívak vagytok a testnevelés foglalkozásokon, amit a tanár bácsi tart már nektek, igaz ez? Igen! És szeretitek a testnevelés órát? Igen! Hát jövőre még bővebben lesz benne részetek majd. Hoztam ajándékot a zsákomban, meg a kosaramban, és szeretném most kiosztani. De én tudom azt, hogy biztos készültetek valamivel a Mikulás bácsinak, ugye? Igen! Thank you.
és akinek mondom a nevét, a Csok Kinga. Kinga, ha jól tudom, az apukájával Skype-olt tegnap este, ugye? Igaz? Sokat beszélgettél vele? Jó. Szendrei Eszter, Takács Kata, Kutai Dorka, és a Szilárdi Enikő, jöjjön. Nagyszerűek vagytok, csinosak vagytok, nagylányok vagytok. Örülök neki nagyon. Úgy láttam, hogy ti nagyon szerettek rajzolni is, igaz? Igen. Szerettek színezni. Igen. Festeni. Igen. És hát nagyon ügyesek vagytok, de ez magától értetődik. Gyorsan megtanuljátok a verseket és az énekeket. Jól jegyeztem fel? Igen. Szerettek babázni? Igen. A babakonyhába főzni? Igen. És rendet is tesztek magatok után. Igen. Ami nagyon helyes. Amiért ilyen ügyesek vagytok, kaptok szép mikulácsomagot, és kaptok egy szemnarancsot is. Tessék. Krampus? Elcsúsztak a szánkóval. Elmentek szánkózni, mert elfogy a hova, aztán nem tudják. Szépen mutatkozzatok be, úgy, mint egy elsőshez illőre. Akkor az első. Csók Kinga. Mikulás bácsi vagyok. 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 Köszönöm szépen! Ugyanak, ugyanak, ugyanak! Várjátok egy pillanatot? Bocsánat, tegyétek el tőlem. Úgy hallottam és látom is, hogy egy új kislány érkezett a csoportba, akinek a neve Csizmadia Virág. Csizmadia Virág, hol van a Csizmadia Virág? Gyere, gyere ki, drága te is. Rólad még nem sokat tudok mondani. Érezd magadat jól az óvodában, ahol szívesen vártak a gyerekek, neked is hoztam csomagot, jó? És illeszkedjél be jó kis társaságba. Megérdemled a csomagot, te is. Honnan jött egyébként? Ekről van ezt? Érdről? Mutatkozzál be még egyszer. Mikulás bácsi vagyok. Köszönöm szépen, üljenek be. Nézzük, hogy már van csomag is. Kerkuska Vencelnek biztos nincs még csomag. Jöjjön ide, Varga Márton, Domak Már és a Nagy Csaba. Itt vagytok? Nézzük, hogy mit jegyzett föl a Mikulás bácsi. Mostanában mindig együtt játszotok, sokat építetek, nagyon szép várakat csináltok, amit ha lehet, meg is hagytok, hogy mások is lássák, igaz ez? Örömmel látom, hogy az idén a csoportban érkezett fiúkat befogadtátok, és tudtok együtt játszani velük, igaz ez? Ezért megkapjátok ti is a csomagot. Tessék, gyertek egy kicsit közelebb a Mikulás bácsihoz. A Márkról annyit, hogy Mikulás bácsi szokta látni, hogy a papában szeret járni, igaz ez? És azt is tudom, hogy csak azt is szereti állni, még ha leijedtek, azt akkor ott hagyod a papát elhúzt tőle, ugye? És a kólát is szereted? A dobozos kólát? A főleg, csak anyának meg ne tudjuk, nem szabad megmondani anyának. Ez az egész. Mikulás bácsi mindent lát és mindent tud. Nem lehet előle elhújni, mert tárcsövem az mindenhova ellát. Iszonyatos ereje van neki. Ha mutatkozzunk, mert szintén nem megyünk el. Örülök neki, megismertelek. Mikulás vagyok. Örülök neki, nagyon
Mikulás vagyok. Olga Marci. Mikulás vagyok. Nagypapa. Mikulás Marci. Tessék ületek, helyetekre! Most már úgy látom, majdnem mindenkinek a kezében van. Mikulás csomagban, narancs. De a szombati Ádámnak még nincs, úgyhogy jöjjön ide. Hegyi Bence. Molnár Máté. Kecskés Bajai Zsombor. Simon Lihár. És a Mikulás bácsi, az meg itt van már, igaz? Na, feljegyeztem róla, hogy dolgok. Szerettek főzni, ugye? Építeni. Igen. Az autóknak garást csinálni. Jól van. Megfigyeltem, hogy mostanában szerettek rajzolni is. Igen. Szépen színeztek egyébként. Megdicsérlek benneteket, majd milyen jó lesz rajzolni. Szerettek beszélgetni is. Igen. Akkor is, amikor nem kellene, ugye? Van ilyen, mikor csöndenek is. Sajnos erről még nem igazán szoktatok le, pedig tavaly megígérdétek. Jól van, akkor mit nem szabad, hogyha beszélgetném? Mikor nem szabad beszélgetni? Úgy van, tudjuk mi a probléma, úgy van. Jó van, kevesebbet beszélgessetek, jó? Akkor, amikor nem szabad, csak akkor. Egyébként beszélgessetek sokat, meséljetek egymásnak, sok mindenről, jó? Az első kettőt nem látom. Nem látom. Mit csinálnál helyet? Egy cikk a lila zöld. Kicsit öreget kell mondani. Teleki Bence. Itt a Bence. Ladik Levente. Németh Máté. És Budi Gábor. Rólatok azt jegyezte fel a Mikulás bácsi, hogy a Máté például sokat ügyesedett, rengeteget. Ki a Máté? Jó, a Máté. Német Máté. Láttam, hogy milyen ügyesen játszotok, és a barátaitok is jók vannak. A Gáborka is sokat változott tavaly óta. Már nem olyan akaratos, mint volt. A verstanulás meg nagyon kedvére való. Hallottam, amit a Mikulás verseket mondja. Nagyon ügyesen. A csomagot természetesen ti is megérdemlitek, de előtte bemutatkozunk, jó? Picike a Mikulás mögött a... Zsombor!
Így jó? Jó lesz. Nézzünk oda! Kimondd ki, hogy akkor nem érjük! Ne vesz-e! Ide kell majd! Csak tudod elvégezni! Szoktátok azt mondani, öcsi? Tudna, Mikulár bácsi más is mondani, de az nem mondja, ne? Ne nézz a... Járjátok a táncot tovább!